Szeptember második fele a bakoknak. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események, jön a pénz, jön a támogatás, anyagi támogatás. Pénzzel kezdünk, nagyon jó. Királynő, Akár ez a királynő lehet maga a szponzor, a támogató, oda kell figyelni, mert ez a királynő nagyon jó üzletasszony, például. Nagyon jó tanácsot adhat. Nagyon jó vezető. Következő kártyalap, jaj de jó, hogy pozitívumra jött. Észter, csak észszel, az észszerűség dominál, és akkor minden rendben lesz. Tehát meg fogják tudni védeni magukat a bakok. Ki tudnak állni önmagukért, és másokért is, vagy képviselhetnek másokat. Nagyon jó. Végigmenni azon a bizonyos úton a célig. Még ha nem is volt könnyű, de sikerülni fog. Jó? És el lehet kerülni a szerelmi csalódásokat. Például. Mm, ünnep. Lesz mit megünnepelni, és kell is. Ünnep. Jaj, de jó, ez egy raffinált kártya egyébként, de pozitívumot nézünk, nagyon jó. Tehát itt az észszerűség dominál, de inkább a ravasság, és ez most nagyon jó értelemben. Tehát ebből lehet profitálni. Elmenekülni valahonnan, például, ahol nekünk nem jó, nem kellemes, nem élvezzük azt a bizonyos társaságot, sikerülni fog. Tehát ott hagyni valamit, vagy valakit, akár egy pár kapcsolatból kiszabadulni és végre ünnepelni. Nagyon gyakran ez a kártyalap akkor jön ki, nekem az a tapasztalatom, amikor megtörténik végre a vállás. És ugye az egy hatalmas ünnep, van mit megünnepelni. Tehát boldogság megszabadulni végre attól a toxikus kapcsolatból. Negatívum. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Negatívum. Fény derülhet egy titokra. Titok van a háttérben. Erre oda kell figyelni. Döntéshozatal. Mindenféleképpen legyen információ. Jó, R rossz döntés lehet. Tehát erre oda kell figyelni. Nagy árkánum, és ez maga az uralkodó. Egy ilyen személy megkeserítheti a bakok életét szeptember végén. Ő lehet egy főnök, ő lehet egy apa, de ez domináns személy. Határozott döntéseket hoz, irányít. Jó, igen szomorúságot okoz, tehát valamiben dönthet, és a bakoknak valamit el kell ezt hagyniuk. Tehát lehet hoz egy döntést, hogy figyelj, hogy mától te nem itt dolgozol, hanem légy szíves, menj át a másik épületbe, és ott fogsz dolgozni. Ilyen is lehetséges, és ehhez hasonló dolgok. Nagyárkánum, és ez maga a hold, a hold, a második titokkártya. Titok, és nagyárkánom a mágus. Ezzel nagyon vigyázni kell. Ugye a mágus kezében minden eszköz megvan, hogy megkeserítse az életünket. Úgyhogy ez egy erős figyelmeztetés. ha Valami sötét, valami nem világos félelmek, ahol ez maga a félelmeink is. Nos, ezeket el lehet kerülni. Na nézzünk egy tanácsot, Kejheg 9 kilences tanács. Keresni kell a társaságot, a barátokat, kellemesen kell tölteni az időt, hiszen amikor van mit megünnepelni, ez az ünnep legyen a barátokkal, a szeretteinkkel, és egyébként még egy tanács erre a kártyára, hogy ha, ha munkahelyet keresünk például, ez a munkahely nagyon sikeres lehet folyadékokkal kapcsolatos, például, vagy kémiával kapcsolatos, például gyógyszerészet, gyógyszerekkel, vagy kávé, vagy alkohol, az is folyadék, jó? Tehát folyadék vagy kémia az, az nagyon sikeres. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!